Az első pillanatokban el se hittük ezt az egészet, amikor az első leállás volt. Két fázisban történt a leállás, előzött csak minden harmadik helyre ültek nézők, utána pedig teljesen leálltunk. Azt gondoltuk, hogy ez tartani fog egy rövid ideig, pár hétig, egy-két hónapig. Előtte nem gondoltuk volna azt, hogy ez egyáltalán létrejöhet. Döbbenettel ért minket ez a helyzet, amikor ez gyakorlatilag hónapokig tartott. És különösen az, amikor pedig késő ősszel pedig újraindult, és még inkább kilátástalanabb helyzetbe sodorta a színházi előadásoknak a lehetőségét. Talán ami a legnagyobb erő lehetett ebből az egészből, az az, hogy egy olyan dologra döbbent mindenki rá, hogy ami automatikus és könnyű volt, sőt, talán egy kicsit nyüglődés, és úgy be kell menni dolgozni. Az most olyanná változott, hogy vajon inkább arról szóljon-e az egész, hogy be lehetne menni dolgozni, és ezt az egész színházi kultúrát, ezt a színházat vinni, csinálni, és segíteni, és létrehozni, kapcsolatot keresni a nézőkkel, csodálatos színpadi dolgokat végrehajtani, amelyek nagyon jó az összhatása, az eredménye, mégiscsak valami történik, vagy pedig talán az, hogy azon el kell gondolkodnunk, és esetleg nem lesz sohasem ez. Mindenki kizárja magába ezt a lehetőséget szerintem. Van, aki egy kicsit fél, azon filózik, hogy hát lehet, hogy mégiscsak valami ilyesmi történik, hogy ezentúl mindig a nyakunkon lesz egy ilyen vírus folyamatosan. De a legnagyobb része az embereknek szerintem, legalábbis akikkel én szoktam beszélgetni, és az én teljes meggyőződésem az, hogy ez nem fog úgybár a végtelenségig tartani. Talán látszik az alagútnak a vége. És a teljes elkenődés és a letargia után pedig egy eufória fog következni. Nem szabad ebbe beleragadni. Mi az Operett Színházban a teljes műszaki csapattal, mi megpróbáltuk ezt kihasználni, ezt az időszakot, és egy csomó olyan fejlesztést hajlottunk végre abban az időszakban, amikor nem voltak nézők, amit amúgy a nagyhajtás között, hogy bár volt évente 500 előadásunk, nem túlzok, rettenetesen sok előadást játszunk, vagy gyönyörűen sok előadást, ez inkább egy szebb szó. Ebben a hajtásban nem volt sohasem időnk rá. Tehát nagyon sok dolgot tettünk rendbe, akár zenekarjároknak a teljes átépítését megcsináltuk szinte házon belül, vagy fodrászok kifestették a fodrászudvart. Ilyen egészen furcsa dolgok történtek. A bútorosok és a zenekari berendezők a pince raktárukat kivakolták, lefestették, komplett raktárakat terveztünk át és gondoltunk át teljesen, illetve pakoltunk át. Sok-sok haszna volt ennek az egésznek. Most jelenleg minden idegszálunkkal fel vagyunk arra készülve, hogy valamilyen formában elkezdődjön a játék, és újra csodálatos látványvilágú, fantasztikus előadások lehessenek az Operett színpadain. És nem gondolnánk azt, hogy bármilyen holmi vírus ennek ellen tud állni, és ne győzzük le ezt a helyzetet. Való úgy képzelem el egyébként azt a pillanatot, amikor majd újra lehet színházba jönni, ez biztos gondolom, hogy egy adott pillanat lesz talán, ahogy minden színházba egyszer ez bekövetkezik. Hogy hatalmas vörös szőnyeg a főbejárat előtt, és mint Las Vegasban hatalmas kereső lámpák az égbolton, és egy igazi, nagyon különleges ünnepélye az egész, amikor a nézők és akik a színházban dolgoznak, a művészek, illetve a művészetet kiszolgáló emberek, ezek mind együtt egy olyan ünnepet ülnek meg, amikre 100-200 év múlva is úgy fogunk emlékezni, hogy itt volt ez a nap, aminek van egy pontos dátuma, ami egy történelembe beívódott ünnepnap lesz, amire érdemes lesz majd visszaemlékezni, és előrefelé pedig igen rendesen fölkészülni rá. Ez az egész időszak megmutatta azt, hogy mekkora kincs az egész élő húsvér színjátszás, amikor jönnek az emberek és nézik az előadást. Nagyon jó az, hogy a streaming videóközvetítéses
előadás sok iránt is érdeklődtek a nézők, és nagyon köszönjük nekik ezt a mellénkállást, mindamellett, hogy persze nekik is szükségük volt szórakozásra, tehát ez egy közös érdek volt ebbe a dologba. Én nagyon köszönöm a mi csapatunknak azt, hogy nagyon komoly energiákat fektetett abba, hogy lelkesen és jól felkészüljön a következő időszakra. Az igazi értékét annak, hogy az emberek húsvér módon ide járnak a színházba, ezt így éreztük meg, tehát, hogy most nincsen, és nem tud létrejönni ez a színházi közeg, ez a színházi kultúra. Nagyon szeretnénk megköszönni a nézőknek, akik a streaming időben kitartottak mellettünk, a munkatársainknak, akik sokat dolgoztak és felkészültek arra, hogy nyitni fogunk egyszer, és együtt várjuk ezt a fantasztikus pillanatot, ezt a napot, ezt az előre tudott aranykeretbe foglalt dátumot, amikor végre a színházak újra kinyithatnak. Nem sokára bekövetkezik. A színház visszavár.